Üdvözlök mindenkit, egy eléggé kellemes dologról lesz szó, mert a téglatest térfogatát fogjuk megnézni. Itt talán a legnehezebb az, hogy a térfogatot definiáljuk valahogy. Mit jelent a térfogat? Még a felszínt könnyen el tudjuk képzelni, hogy ugye a határoló lapok területeit összeadjuk, akkor megkapjuk egy, egy ilyen téglatesnek a felszínét. A térfogat az ugye valami olyasmit jelent, hogy amennyi teret magába foglal ez a térbeli alakzat, ugye amennyi folyadék elfér benne, ezt jelenti valahogy a térfogat, és most megnézzük, hogy hogyan kell kiszámolni. Ugye egy téglatesnek három különböző hosszúsága lehet, ugye A, B és C hosszúság. Ugye tudjuk, hogy még a kockánál minden él ugyanolyan hosszúság, ugye a téglatesnél lehet három különböző hosszúság. Vannak speciális esetek, amikor mondjuk ezek közül kettő mondjuk egyenlő hosszúságú, akkor ugye négyzetes hasábról van szó, de általános esetben A, B és C három különböző mennyiség lehet. Oké, és is azonnal a képletet, méghozzá hozzá. téglatesnek a térfogatát, amit ugye nagy V betűvel jelölünk, úgy számoljuk ki, hogy összeszorozzuk a három él hosszúságot, tehát A szor B szer C. És készen is vagyunk, ezen nincs mit bonyolítani. Nagyon figyeljünk arra, hogy ugye mértékegysége, majd valamilyen köbb valami lesz, értelemszerűen attól függően, hogy milyen mértékegységű az A, B és C. Mondjuk én akkor kiírom ide a köbmétert, mert az az esi mértékegysége. A lényeg az, hogy most csak egy példát írtam, hogy lássuk azt, hogy nem hosszúságot, nem is felületet, hanem térfogatot fogunk kapni, tehát a mértékegysége valamilyen köb valami lesz. Ö, ö, egyébként általában úgy is definiálhatjuk, a téglatestnek a térfogatát, hogyha berajzolom itt a nem látható éleket, hogy kiszámoljuk először az alapterületet, és utána megszorozzuk a magassággal. Na most az alapterületet, hogyha kiszámoljuk, akkor ugye összeszorzunk kettője a hosszúságot, és még ugye a harmadik él az a magasság, tehát akkor az alapterületszer magasság, így is megkaphatjuk a térfogatot, de így is arra jutunk, hogy a három <kül> különböző hosszúságot összeszorozzuk, tehát V A szor B szer C. Nézzük meg konkrét számok esetén, például legyen A mondjuk 1 méter, B mondjuk 3 méter, C pedig 7 méter. Egy ilyen téglatesnek úgy számoljuk ki a térfogatát, hogy nagy V egyenlő, A szor B szer C, tehát szépen behelyettesítgetjük A helyére a B helyére B-t, C helyére C-t, tehát 1 méter szer 3 méter x 7 méter. Itt láthatjuk szépen azt, hogy ugye külön kiszámoljuk, hogy mennyi ugye ez 1 x 3, az 3 x 7, az 21, és mivel 3 szor szorzunk össze métert, ezért lesz köbb méter a mértékegysége, és készen is vagyunk. Nézzünk konkrét feladatokat is arra, amikor egy téglatestnek térfogatát kell kiszámolnunk. Van itt két példafeladat, az első úgy szól, mekkora annak a téglatesnek a térfogata, amelynek élei 2 méter, 70 deciméter és 3 méter. Saján, saját egyéni szabadságunk, hogy ezt itt a rajzot felhasználjuk, amit itt raktam, egyébként nem lenne szükséges egyáltalán egyik feladatban sem, de most csak azért, hogy el tudjuk képzelni, ugye, hogy téglatesnek három különböző hosszúsága lehet, ugye ez most a feladat szövegéből is kiderül, hogy az egyik az 2 méter, van még egy, ami 70 deciméter, és egy harmadik, ami 3 méter. Hogyha nem méretarányos a rajzunk, egyáltalán nem probléma, hogyha nincs rá szükség, hogy jól rajzoljunk, akkor nem szükséges jól rajzolnunk. Oké, és mielőtt megcsináljuk a feladatot, a legelső dolog, ami azonnal eszünkbe kell, hogy jusson, illetve látnunk kell, hogyha ránézünk ezekre a mennyiségekre, hogy ugye 2 méterben van, illetve itt a B hosszúság az ugye deciméterben van, tehát azt nekünk méterbe át kell váltani azért, hogy tudjunk számolni, hiszen csak akkor írhatjuk be a képletbe, hogyha mind a háromnak ugyanaz a mértékegysége. Ugye deciméterből megyünk méterbe, akkor ugye osztunk tízzel, tehát a 70-et kell leosztani tízzel, azaz egy nullát elveszünk belőle, tehát hogy itt akkor 7 méter lesz. Innentől kezdve ugye a 2 méterrel, a 7 méterrel és a 3 méterrel számolunk tovább. Oké, és hogyan számoljuk ki a téglatesnek a térfogatát, ez gyakorlatilag a legegyszerűbb típus feladat, megvan adva a három hosszúsága, ugye úgy számoljuk ki a téglatest a térfogatát, hogy ezeket összeszorozzuk, tehát A szor B szer C, tehát a A helyére írom a kettőt, a B helyére írom a hetet, C helyére a hármat, tehát akkor kettőszer, 7 szer 3. Nem muszáj mindig beírni a számolásba a mértékegységeket, akár be is lehetne írni, hogy 2 méter 7 méter 3 méter, de egyébként ö, ide nem szükséges, a lényeg, hogy a végén mindenképpen legyen ott a mértékegység. Oké, és akkor ez ugye 2 x 7 az 14, x 3 az ugye 42, és most ne felejtsük el azt, hogy köbb méter lesz a végeredménynek a mértékegysége. Oké, és szuper. Második feladatunk úgy szól, határozzuk meg a téglatest hiányzó élhosszát, ha térfogata 100 köbcentiméter és másik két éle 5, illetve 10 cm hosszúságú. Na, ugye most látunk egy példát arra, amikor nem a három élhosszúság van megadva és azokat összeszorozva kiszámoljuk a térfogatot, hanem meg van adva kettő él élhosszúság, illetve a térfogat, és nekünk a harmadik élhosszúságot kell kiszámolnunk, Öhm akár ide is felírkálhatjuk, de természetesen ide mindenképpen kiírjuk, hogy ugye kettő élnek a hosszúságát tudjuk, tehát akkor mondjuk legyen az A, illetve a B, ugye az 5 és a 10 cm, ugye ez a felelősszövegem mondja, hogy kettő él, él hosszúságot tudunk, viszont a harmadikat nem tudjuk, ezért mondjuk akkor most rakjuk ide egy kérdőjelet, viszont Tudjuk a térfogatát, tehát ugye a nagy V az ugye a 100 köbcentiméter. Hogyan kellene gondolkodnunk? Nyugodtan használhatjuk a képletet is, hogy abba beírkáljuk a számokat, és akkor egy egyenletet megoldunk, vagy akár logikázgatunk egy kicsit. De nagyon egyszerű dolgunk van, igazából egy kicsit visszafele kell gondolkodni. Tehát ugye úgy, úgy kapjuk meg a térfogatot, hogy összeszorozzuk a három él hosszúságot, ugye A szor B szor C. Ugye megvan adva a térfogat, ami ugye a 100 köbcentiméter, tehát úgy kapjuk a százat, hogy megszorozzuk az ötöt, a 10-et, és még valamit. Ugye ez lesz ez a C hosszúság. Akár egy kis gondolkodással már most is lehet látni az eredményt, de azért beszéljük végig, ugye 5x10, ez ugye 50, tehát gyakorlatilag csak az a kérdés, hogy melyik az a harmadik szám, amivel még meg kellene szorozni ezt, hogy százat kapjunk, ugye, mivel kell megszorozni az ötvenet, hogy százat kapjunk, kettővel, tehát akkor kap egy másik szint itt a C, tehát ugye neki kettőnek kell lennie, mert akkor ugye az 5 x 10 x 2, tehát az 50 x 2, az 100 lesz, így fog kijönni a térfogatunk, tehát akkor a végeredmény, akkor mondhatjuk, hogy a harmadik elhosszúságnak C egyenlő 2, és így, mivel ez egy hosszúság, csak simán centiméter. Ugye ugyanúgy, ahogy az A, vagy a B hosszúság is, ugye centiméter volt ezért, ugye a C is hosszúság, tehát nincsen négyzet vagy köb, csak simán centiméter. Ugye itt egy kicsit visszafele kellett gondolkodni, tulajdonképpen itt derül ki az, hogy, vagy, hogy csak a képleteket ismerjük, vagy értjük is a matematikai tartalmát a dolognak, azt gondolom, hogy egy-két ilyen bemelegítő feladatot érdemes csinálni az elején, és majd vegyes feladatoknál már olyat, hogy beletöltünk valamilyen folyadékot, vagy ilyesmi, olyan feladatokat már könnyebben meg tudunk oldani.